Sokat kell dolgoznunk a polgárok megfelelő tájékoztatása érdekében e téren, bár valószínűleg mindig lesznek olyanok, akik nem lesznek hajlandóak donorrá válni, mert úgy gondolják, nekik nincs rá szükségük, nem is lesz, így másoknak sem adnak. Pedig valójában mindannyian potenciális szervbefogadók vagyunk. Horvátországban például már módosították a szervátültetésről szóló törvényt. Róluk kell példát vennünk, mindenek előtt az edukáció tekintetében. Úgy gondolom, majd csak akkor kell, hogy a képviselőház elé terjesszük elfogadásra a törvénymódosítást, amikor a polgárok tudata már megérett erre, és a többség elfogadja a donorrá válást.